Egyelőre még földúttal borított az egymásba torkoló Hegedű utca és a Tallér köz a megyeszékhelyen. Legkésőbb idén ősszel azonban már aszfaltozott burkolaton közlekedhetnek az itt élők. 2013 óta már több mint 100 ilyen és ehhez hasonló utcát újítottak fel a városban. Tavaly novemberben döntött arról a kormány, hogy újabb 5 milliárd forintot biztosít Nyíregyháza önkormányzatának a fejlesztések folytatásához. Az első ütemben újabb 18 utca kap szilárd burkolatot, majd ezt követően is folytatódnak a munkálatok a lakosság bevonásával. Jellemzően ez külterületeken van, a Oros, Nyírszőlős, Kisteleki szőlő, de Rozsrét, Vajdabokor, tehát azokon a helyeken, ahol a legnagyobb szükség van erre, és szeretnénk a többi részt, ami közel 4 milliárd forint is, jövő év végéig felhasználni. Ehhez kértük a lakosok közreműködését, segítségét, hiszen ezt nem tudja az önkormányzat egyedül, és nagyon örülök, hogy nagyon-nagyon sok helyről jöttek kezdeményezések a lakóutcákba, közös képviselőket neveztek meg, akikkel tudunk tárgyalni, és gyorsabban, gördülékenyebben mehet az előkészítés. A polgármester hozzátette, a közlekedési csomópontok fejlesztése volt a másik nagy megoldatlan problémája Nyíregyházának. Mint mondta, az elmúlt 8 évben 13 újabb körforgalom segíti a biztonságos közlekedést, idén pedig újabb 2 veszélyes kereszteződés szűnik meg. A Vasvári Pál utca Stadion utca találkozásánál az év későbbi részénél kezdődik meg a fejlesztés, míg a Kálói út és a Tünde utcai kereszteződésben már dolgoznak a szakemberek. Ugye ezek amellett, hogy elég drágák, elég időigényesek is, hiszen egy körforgalom 6-8 hónapnál rövidebb idő alatt nem építhető meg, jellemzően közmű átépítésekkel kell kezdeni, az önmagában több hónapot jelent általában, és itt pedig azért fontos, mert a Kálói út, én úgy gondolom, ma talán a legnehezebb bejövő főút Nyíregyházán. Ezt szeretnénk enyhíteni azzal, hogy a Nagykáló felől jövő forgalom el tud menni, át tud menni majd ebbe a körforgalomba könnyebben a Tünde utcára. A város központjának egyik legforgalmasabb helyszínén, a Besenyei téren is dolgoztak a hét elejétől. Miután csütörtökön befejeződtek a munkálatok, péntektől már újra zavartalan lesz a közlekedés a Móricz Zsigmond Színház irányából. Hosszú ideig forgalomkorlátozás lesz érvényben a Tiszavasvári úti felüljárón, amelynek a felújítását néhány nappal ezelőtt kezdték meg.